levittek el ötöt, Nimród, meg Gellért is. Szőlőt préselnek az óvodások a Szivárvány tagóvodában. A szüreti nap és mulatság részeként ezzel a munkával is megismerkedhettek a legkisebbek. A gyerekek szívesen mesélték a préselés folyamatát és az első találkozásukat a musttal. Belelaktuk a szőlőt, és letekeltük oda be a vödörbe, és aztán... Igen, és aztán meg késett a szőlő, a must, és aztán ittunk belőle. Megkóstoltuk, és nagyon ízlett, és utána úgy elbújtunk, hogy ne lássanak meg. A szüreti mulatságra felkészülést már két hete megkezdték az intézményben. Játékokat és díszeket készítettek erre az alkalomra, amit a vásárban egy dalért vagy mondókáért megvehettek egymástól. Volt, akinek mégis az elkészített fejdísz volt a kedvence. A ecsettel így befestékeztük, aztán így, amikor már itt volt az ideje, hogy felvegyük, utána a húgja az összeset kiadta, hogy megszálladjon, és aztán, amikor már itt volt az ideje, akkor felvettük, és aztán úgy kötötte be a hugi, hogy így kalózként nézünk ki. A szőlőpréselés és mustkóstolás mellett az őszhöz kapcsolódóan interaktív mesejátékkal készültek az intézmény pedagógusai. Az óvodában fontosnak tartják a néphagyományok ápolását. Igazából ez a hagyomány már évek óta, több mint 10 éve hagyomány az óvodánkban, és azért is fontosnak tartjuk, a néphagyományt ápoljuk, mert ebben a városi környezetben ritkán találkozik egy ilyen városi gyerek ezzel a régi hagyománnyal. Azért is ápoljuk ezt a hagyományt, mert mi zöld óvoda vagyunk, és a kritérium rendszer egyik része a néphagyományok ápolása. Az alkalomhoz élően a néptánc alapjait is elsajátíthatták a gyerekek, így közös tánccal és mulatsággal zárták a szüreti rendezvényt.